Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait. Ahogy elnök úr, Farkas Flórián, az Országos Római Önkormányzat elnöke is említette, nem véletlen a helyszínválasztás. 2010-ben a sajtó munkatársaival együtt jártuk be ezt az épületet. Tapasztalhattuk, hogy milyen romhalmaszt vett át az Országos Római Önkormányzat újonnan megválasztott vezetősége, és most gyakorlatilag a 4 éves ciklus végéhez érkezvén ismételten lehetőség nyílt ellátogatni ebbe az épületbe. Én úgy gondolom, hogy aki akkor és most itt járt, az érzékelheti ezt a kontrasztot. És nem csupán ezen épület tekintetében érzékelheti a kontrasztot, hanem az a kormányzatnak a teljes nemzetiségpolitikájában lehet érzékelni, és úgy gondolom, hogy az a változás, ami ebben a ciklusban bekövetkezett, ennek a csúcspontját a 2014-es országgyűlési, majd azt követően ősszel önkormányzati, beleértve nemzetiségi önkormányzati választások jelentik. Hiszen immáron 2014-től kezdődően a magyarországi nemzetiségeknek megnyílik a lehetősége, hogy alanyi jogon küldjenek képviselőt vagy szószólót, aki részt vesz az országgyűlés munkájában. Ősszel pedig a nemzetiségi önkormányzati választások során is új szabályok lesznek érvényesek, nevezetesen megszűnik az elektori rendszer, és lehetővé válik az, hogy a nemzetiségi honfitársaink közvetlenül válasszák meg ne csupán a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselőiket, hanem a megyei és az országos nemzetiségi önkormányzatok is közvetlen választás útján nyerik el a megbízást. Ezek nagyon komoly választójogi változások, és nyilvánvalóan ezekre a választójogi változásokra, ezekre a lehetőségekre fel kell készülni. Fel kell készülnie a kormánynak, fel kell készülnie a választási szerveknek, de leginkább fel kell készülni a nemzetiségi jelölő szervezeteknek és maguknak a nemzetiségi önkormányzatoknak. Ezért döntöttünk úgy, hogy a választásokra való felkészülés jegyében, még mielőtt megkezdődik hivatalosan is a választási időszak, hiszen január 1-től megnyílik a lehetőség, és nemzetiségi honfitársaink regisztrálhatnak nemzetiségi választópolgárként, hogy utána az országgyűlési, majd az önkormányzati választásokon éljenek nemzetiségi választójogukkal. Tehát ezen időpont előtt tartsunk konferenciát minden érintett bevonásával, beszéljük át a szabályokat, hogy mindenki egységesen értelmezze ezeket a lehetőségeket, és ezáltal még nagyobb lehetőség nyíljon a parlamenti munkába való bekapcsolódásra, illetve az őszi önkormányzati választások sikerre vezetésében. Erről szól a mai nap. Az előadások során egyrészt az elmúlt 20 év nemzetiségi politikai változásait fogjuk áttekinteni különös tekintettel a 2010-et követő időszakra, az új alaptörvény nyújtotta lehetőségekre, a nemzetiségek számára, valamint az új nemzetiségi törvényre, majd utána részletesen elemezzük a nemzetiségi szabályoknak a nemzetközi összhangját, és ezúton is szeretném kiemelni, amiről a sajtóban viszonylag keveset olvashattunk, hiszen azt mindig felszokták emlegetni, hogyha különböző nemzetközi kritikák érik egy magyarországi jogszabályt, de arról már kevesebb szó esett, hogy például a Velencei Bizottság milyen elismeréssel illette az új nemzetiségi törvényt. Tehát nemzetközi viszonylatban is példaértékű és úttörő vállalkozás az új nemzetiségi törvény, és az abból fakadó választójogi szabályok gyakorlása, de akkor, tehát a nemzetközi összehasonlításon és kitekintésen túl ezeknek a választójogi szabályoknak is egyfajta kerekasztal jelleggel történő átbeszélése fog a mai napon megtörténni.